mosolyt szeretnének csalni az arcokra és melegséget a szívekbe. A település közterületein díszítették fel húsvétváró dekorációval önkéntesek kocsolán. A tavaszt várva nagyon sokat ötleteltünk azon, hogy mivel lehetne a falunkat szebbé tenni, és amíg így ötleteltünk, eszünkbe jutott, hogy talán kellene egy egyesületet alapítani. És így 10 alapító taggal a mi kis falunk, falu szépítő egyesület megalakult, ami szeretné, hogyha a hagyományokat is őrizhetni, és ezáltal együtt a faluért teszünk. Ennek az ötletnek a gazdája tulajdonképpen a 10 alapító tag, mindegyike aktívan részt vett, és amikor volt egy kis időnk, akkor egymásnak küldözgettük a képeket, az ötleteket, és így amikor egy kicsi időnk volt, akkor el is kezdtük a munkát. Így alakult meg a sok-sok nyuszika, így készültek el a tojások, és így kerültek végül is közösen a helyükre. A díszek elkészítésekor elsősorban természetes anyagokkal dolgoztak. A fa volt az elsődleges anyag. A nyuszikákat azt próbáltuk felöltöztetni olyan ruhákba, mintha mi emberek lennénk, és azt gondolom, hogy ezáltal is a környezetünk nevelésére hívtuk fel a figyelmet. A vidám nyulakat és a színes húsvéti tojásokat a falu lakói is nagy örömmel fogadták. Tavaly évben új helyre került a Betlehemünk, és nyilván most üres volt, és úgy gondoltuk, hogy költözzön be egy nyuszika család. Ezzel is a tavaszt várjuk, örömet okozunk a felnőtteknek, gyerekeknek, mosolyt csalunk azoknak az arcára, akik éppen arra járnak. De nem csak nyuszi család költözött be, hanem a virágos ládák megteltek tavaszi virágokkal, és ezzel is szebbé tettük azt a környezetet. Az önkormányzat épület előtt lévő virágos kert is megszépült, a civil szervezet tagjai új tavaszi növényekkel ültették be a területet.